Start. Start a nap utolsó futama, a sorsdíj nem indult igazán zavartalanul, hibázott, durva hibával kezdett Viktor a top secret, úgyhogy teljesen reménytelen helyzetben, viszont szokása szerint remekül indul Longin, és már az első kanyarhoz érve, ő az, aki maga biztosan diktálja a tempót. Hibázik most már Viktori Liz is, meglepetéssel, úgyhogy ő is kiszáll ebből a küzdelemből, úgyhogy üstökös mögött Ultimate Force maradott a harmadik pozícióban, aztán jön White Plains, az új kézben futó Donia Doné, és ugye kiszakadva Betty Evo mögött egy jó 40 méterre Victoria Top Secret van még versenyben. Longin nagyon-nagyon komoly tempóban kezdett, és ezt a tempót egyelőre tovább tudja tartani. Mind a négy eddigi versenyét megnyerte, és egy körrel a vége előtt tovább száguld, és az ötödik győzelme felé tart, nagyjából 15 méter az erőnye üstökössel szemben. Ultimate Force a harmadik, White Plains a negyedik helyen, ötödikként Donia Doné ügyét, aztán Betty Evo van még viszonylag közel, és hát óriási térhátrányt farag le Victoria Top Secret, nagy kérdés, hogy a végén marad-e még eleje. Szép lassan Betty Evo-t most már utol fogja érni. Mindeközben a frontban semmi változás, illetve ahogy is nem növelte az előnyét Longin, ez most már legalább 20-25 méteres ez a for a többiekkel szemben. Nagyon szétrántotta a mezőnyt, ahogy erre lehetett számítani. Üstökös továbbra is még a második helyen üget. Hát ennek szép lassan a többiek, Ultimate Force, White Plains, megy visszafelé Donia Doné, Betty Evo indul el a háttérből, és továbbra is próbál még kapaszkodni Victoria Top Secret. Nagyon komoly a fölénye, még mindig Longinnak, Fazekas Andreával, az utolsó 600 méteren bőven belül, továbbra is legalább 25 méteres a forja, a másodikként ügető üstökössel szemben. Ultimate Force-ra jönnek a többiek, Betty Evo lendülete töretlen, Betty Evo folyamatosan előzi az üldözőboly tagjait, és szép lassan megjelenik most már ott üstökös mellett. Longin, üstökös, Betty Evo, Ultimate Force, White Plains, Victoria Top Secret, ez a sorrend, miközben a vezető ló már az utolsó 200 méterét kezdi, és nem, hogy csökkenne, de nőtt is az erőnye. Longin egy nagyon komoly képességű kanc, ezt többször elmondtuk lóra, és ezt most is bizonyítja, mert úgy nyer, ahogy akar, gyakorlatilag távolozza a mezőnyt, és ötödik versenyében is rettenetesen könnyen nyer még hozzá véletlenül nagyon jó idővel. Óriási csata a placokért, üstökös végig ezüstérmes pozícióban ügetett, ezt a végén meg is tartja. Győzte át Longin, üstökös a második, harmadik helyre jön Betty Evo, negyedik lesz Ultimate Force, ötödik pedig White Plains.